kívánok! Üdvözlöm Önöket a Nemzetpolitikai Kerekasztal mai rendezvényén. A Kulturális Autonómia Tanács egy olyan kerekasztalt kezdeményezett, amelyen szakemberek bevonásával kívánjuk nemzetünk sorskérdéseit körüljárni. Megszólítottunk 5 tudományos intézményt, a Bábes-Bolyai Tudományegyetemet, a Szapiencia Tudományegyetemet, a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézetet, a Budapesti Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetét és a Budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárság mellett levő Kisebbségkutató Intézetet, hogy egy-egy adott téma kapcsán jelöljenek szakembereket. Sajnos technikai okok miatt a Szapiencia Tudományegyetem erre az alkalomra nem tudott jelölni. A mai témánk az a szorványoktatás ágas-bogas kérdése. Egy nagyon széles témáról van szó. Ebből kiválasztottunk néhány szegmenst, és ennek a megtárgyalására kértük fel előadóinkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, és eredményes tanácskozást kívánok. Akkor én köszöntöm is a résztvevőket, és természetesen a majdani hallgatókat, nézőket. Azzal kezdeném, hogy bemutatom a Székely István által felsorolt intézmények delegált képviselőit. A Bábes-Bolyai Tudományegyetemet ezen a kerekasztalon Magyari Tivadar képviseli, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetét Morvai Tünde, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézetet Kis Tamás, és végül a Nemzetpolitikai Kutatóintézetet Ferenc Viktória. Kezdjünk is neki talán. Azzal a kérdéssel indítanék talán, vagy azzal a felvetéssel, hogyha egy ilyen klasszikus képzettársítási játékba kezdenénk, és valaki azt, hát mindannyian tudjuk, ugye valaki mond egy szót, és rá kell vágni azt, ami elsőként eszünkbe jut, akkor a szorvány oktatás provokáló szóra valószínűleg, hogy a legtöbben az identitás megőrzéssel rímelnének rá, holott végül is, tehát ez nyilván egy elsődleges gond, ami felmerül, de azt hiszem, hogy egyetlen percig nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy éljen az illető gyerek, majd fiatal szorványban, tömbben, itt vagy ott, ő is egy pontosan ugyanolyan ember, palánta majd ember, mint a többiek. Neki is ugyanazok az ambíciói, vágyai vannak természetszerűen, tehát nem egyszerűen egy statisztikai elem, nem csak arról szól a történet, hogy az identitását őrizzük meg, hanem arról is szól a dolog, hogy érvényesülni tudjon az életben, lehetőleg egy olyan karrier tudjon felépíteni magának, amely a legközelebb áll a hajlamaihoz, és hát ebben is segítségére kell lennünk. Azt hiszem, hogy bizonyos szempontokból lévén szó itt szorványról, hát halmozottan hátrányos helyzetben, vagy legalábbis egy nagyon nehéz helyzetben. Mennyire kiegyensúlyozott ennek a kérdésnek az ilyetén kezelése, illetve egyáltalán milyen esélyeink vannak arra, hogy ezt az egyébként mindenkinek kiáró esélyegyenlőséget ez valóban produkáljuk. Kezdeném akkor talán Kis Tamás. Hát igen, ez jó megközelítés, és pontosan ez a probléma. Tehát én azt gondolom, hogy itt az identitás megőrzése, tehát az, hogy egy magyar világon belül mozog egy gyerek, ezt jelenti számomra az identitás megőrzés, illetve a társadalmi mobilitás, az nem szabad egymással szemben álljon. Tehát itt a szorványoktatás kapcsán pontosan az a probléma, hogy a szűkülő lehetőségek miatt a mobilitási csatornák, illetve a mobilitási pályák, azok egyre nagyobb számú gyereknél és egyre nagyobb számú fiatalnál kilépnek ebből a magyar intézményrendszerből, és kilépnek ebből a magyar világból.
Tehát itt mindenképpen csak olyan megoldásokban lehet gondolkozni, ahol ez az identitás megőrzés, az a mobilitással összeegyeztethető. Tehát az ember az valamilyen fokon, vagy valamilyen formában egy racionális lény, és az szerintem rég rossz, hogyha az identitás megőrzés az valamilyen irracionális dolog. Tehát itt egy olyan keretfeltétel rendszernek a megteremtéséről kellene szó legyen, vagy akkor lehet ez a dolog hatékony, hogyha ez a magyar identitás ez racionálisan vállalható, és érdemes vállalni ezt a magyar identitást. Én sem választanám külön semmiképpen az identitás őrzést és a kompetenciák elsajátítását vagy átadását. Mert azt szoktuk mondani, hogy az oktatási rendszer az mindig azért felel, vagy bármilyen oktatás, hogy bizonyos kompetenciákat, tudást adjunk át a tanítási folyamat során. És ehhez képest a kisebbségi oktatásnak van egy plusz funkciója, de ez csak egy plusz funkció, de semmiképpen sem helyettesíti a két funkció egymást, hogy identitást erősítsen. És a szórványban talán ez még erősebben jelentkezik, mert egy többszörösen kisebbségi helyzetről van szó a tömbhöz képest, és ennek a kettőnek együtt kell megvalósulnia. Ezért tartjuk fontosnak a mi kutatóintézetünkben és olyan kutatásokban is, amiket a kutatóintézet támogat, hogy ne csak ne olyan értelemben vizsgáljuk a szórványoktatási intézményeket, hogy vannak, mennyi, milyen támogatást igényelnek, hogyan szerveződnek hálózatba, hanem azt is nézzük meg, hogy mennyire hatékony ez az oktatás, a magyar nyelv elsajátítás, illetve más kompetenciáknek az elsajátítása ezeken az intézményeken belül, mert ez ugyanolyan fontos, tehát az alapvető funkciója, amit kiegészít az identitás erősítése. Odafigyelünk erre az egyensúlyra, mi idehaza? Hát lehet, hogy nem figyelünk oda eléggé, de ebben a vonulatban, amiben a kollégáim is beszéltek, én is azt mondanám, hogy szorványban élő fiatal gyermek számára valójában, ha két dolog nem helyeződik szembe egymással, az identitás őrzés, tehát a magyar környezetben való mozgás, specifikusan tanulás, illetve többségi társadalomban való integráció, az nagyon jól kiegészíti egymást, hiszen olyan fiatalokról van szó, akik, ha magyar iskolában tanulnak, akkor identitásukat őrzik, egy magyar környezetben mozognak, magyar kapcsolataik vannak, de ugyanakkor kitűnően tudnak románul. Ne felejtsük el, hogy a fiataljainknak egy jó nagy része, ha nem fele, most már nem fele, olyan gondokkal küzd, hogy viszonylag földrajzilag szűk övezetben tud boldogulni, mert nem ismeri a román nyelvet. Szorványban ilyen gondjai nincsenek valakinek. Tehát felnőhet valaki román tágabb értelemben, nem a családot értem, vagy akár családban, román környezetben, de az iskoláit magyarul végzi, a két nyelvet elsajátítja, neki semmilyen nyelvváltási gondja nincs, mert nekem se volt Kolozsváron 12 év magyar tanulás után románul végezni szükségszerűen, mert más nem volt az egyetemet, utána pedig magyarul tanítani 25 éven keresztül mindmáig. Itt azért egy szűk zárójel erejéig, ha nem is ellent mondanék, de rákérdeznék. Azt hiszem, hogy azért szorvány és szorvány között is van különbség ebben, mert bizonyos szempontból nagyváros, egész sor nagyvárosunk kvázi szorványvidéknek számít, és ha a mi generációnk például nem küzdött ezen a téren különösebb problémákkal, sőt, én emlékszem, az első munkahelyemen vicces paradoxként a román főnökünk, ha valamilyen komplikáltabb beadványt kellett megszövegeznie, akkor vagy a 100 kolléganőt kérte meg, vagy engem, hogy ezt a valamit, ezt a szöveget fogalmazza meg. A két lányom valahogy nagyon-nagyon hát gyatrán boldogult már a nyelvvel, ők ugyanabban az iskolában jártak, mint én. Tehát ezt azért nem érzem annyira egyértelműnek, sőt, román környezetben is mozogtak. Tehát erre vonatkozóan vannak vizsgálati, konkrét vizsgálati eredményeink is, tehát az elég egyértelmű országos szinten. Nyilvánvaló, hogy ez leginkább a Székelyföldre és Partiumra jellemző, hogy a fiataloknak a román nyelvtudása az gyengül. Tehát ez egy kétségtelen tény.
Ami Kolozsvárt illeti, Kolozsvár szerintem nagyon sokféle. Tehát itt pedagógusi tapasztalatokra hagyatkozva mondom, hogy a mostani generációkban jelent meg először az a probléma, hogy tömegével kerülnek be a magyar oktatásba olyan gyerekek, akik egy hangot nem tudnak magyarul, amikor bekerülnek az iskolába. Tehát ennek egy nagyon egyszerű oka van, az a történet, hogy játszunk a blokk előtt, és vegyülünk a szomszéd gyerekekkel, az a kolozsvári középosztályban leállt. Tehát nem csak a magyaroknál állt, leállt a románoknál is. Egyszerűen nem engedik le egyedül a játszótérre az 5 éves vagy 3 éves gyereket, mondjuk nekem még, én mondjuk egy magyar közegben nőttem fel Marosvásárhelyen, nekem még teljesen természetes volt, hogy kulcsal nyakamba megyek az iskolába, meg a óvodás koromba is ott jöttem, mentem. Ez az én gyerekeimnél most már elképzelhetetlen lenne. Tehát az, hogy valaki Kolozsváron van, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy román közegben van. Nagyon sok mindenkinek igen. És én Kolozsvárt nem is tekintem szórványnak, tehát intézményes szempontból semmiképpen nem tekintem szórványnak. Mondjuk a tényleges szórványvidékekre szerintem igaz az, amit Tivadar mond. Tehát ilyen szempontból van egy divergencia is az erdély magyar társadalmon belül. Az egyik része az romlik a román nyelvtudása, mindegy magyarosodik, a másik részére pedig ez nem igaz, hanem az meg a román társadalom irányába megy el. Elnézést. Szeretnék egy ellenpéldát mondani arra, hogy minden szórvány beszéli a többségi nyelvet. Származásomat tekintve szlovákiai szórvány példát fogok mondani, és egyúttal megerősíteni azt, hogy nyilvánvalóan szórvány és szórvány között is van különbség. A Szlovákiában a legnagyobb szórványvidéknek a két nagyvároson, Pozsony és Kassán túl Zoboralja számít, ahol terepmunkánk során azt nagyon érdekes esetet tapasztaltam, mint egy apuka mesélt, hogy a Zoboralja környékén nincsen magyar nyelvű óvoda, csak magyar csoportok vannak. Ez nem törvényi keretek között működik, csak úgy, hogy az óvónéni, ha beszél magyarul, akkor az ott magyar anyanyelvű kis óvodásokkal foglalkozik magyarul. És amikor először ment a szórvány kis településről a kisfiú óvodába, akkor nem bírta a szlovák nyelvet még 3 évesként, mert magyar közegben volt, és megkérdezte az apukájától, amikor hazament első nap az óvodától, hogy a tanítónéni miért beszél vele angolul. Szóval, hogy az identitás megőrzés kezdete, azt gondolom, hogy egy szórvány településen is valamilyen szinten megalapozott. Bizonyára ez a kisfiú majd szerencsére még hát nem sokan múlik, de adott a lehetőség, hogy magyar alapiskolába fog ezen a szórvány vidéken járni, viszont bizonyára el fogja sajátítani megfelelő szinten a többségi nyelvet, de azt gondolom, hogy az alapjai az identitás megőrzésének a szórványban is azért meg vannak alapozva. Most akkor tovább lépve, hát talán vágjuk bele ebbe a fába is a fejszénket. A szórványoktatás, mint egyébként ugye általában ugye a közoktatás működtetése, az valahol nagyon erősen létszámkérdés is. Akár tetszik, akár nem, már ennél a pontnál problémák merülnek fel, bedöglik jó néhány megoldás lehetőség. Most az lenne a kérdésem, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak egyáltalán, különös tekintettel arra, hogy itt életkori szempontok is beleszólnak a dologba, szervezési és főleg pénzkérdések beleszólnak a dologba, az ugye, hogy a magántanulóság intézménye az már nem dívik ebben a században. Határoljuk be talán azt is, hogy milyen korcsoportok szerint kell gondolkodnunk, tehát melyik az az intervallum, amelyikben még semmiképpen nem szabad mozgatnunk a gyereket, és honnantól kezdve merül fel az egyáltalán, hogy gondolkodhatunk abban egyáltalán, hogy teszem azt egy valamilyen központosított kollégiumi formában a
szülő falujától, városától távolabbi településen integráljuk a közoktatásba. Tehát korcsoportok, hogy mutatnak? Mert ezt azért kérdezem, talán nagyon technikai mellékkérdésnek tűnik, de ez azért nagyon sokszor felmerül olyan problémaként, hogy valahol innen kellene kiindulni, hogy tudjuk, hogy lehet mozgatni a dolgok. Abban egyetértenek pedagógusok, meg oktatás szervezők is, hogy 8. osztályig, tehát vagy középiskolás korig lehetőleg ne ingáztassuk, de semmiképpen sem kollégiumoztassuk, vagy bentlakásba tartsuk a gyereket. Mindenki meg tudja érteni, főleg akinek gyereke van, és ismeri ezeket a korosztályokat, hogy körülbelül mikor lehet őket önállóbbnak tekinteni, de még sokáig nem fog lehetni, akár 20 éves korukig. Viszont van, amikor bizonyos szociális, vagy a család élethelyzetéhez kapcsolódó okok inkább amellett szólnak, hogy akár 5-től, 6-tól ingázás vagy bentlakás. Tehát van, amikor jobb dolguk van a gyerekeknek, vagy jobb sorsuk problémás családban, vagy szociálisan hátrányos családokban, hogyha kollégiumban vannak, és nyilván akkor ők menthetők egy viszonylag jobb jövő számára, vagy akár a magyar közösség számára is, ha ugye ez az oktatási forma, anyanyelvi oktatás. De ez akkor innen egy másik doboz nyitottam ki, ami további problémákat vet fel. Kezdjük most talán fordítva egy külhoni kitekintéssel. Milyen megoldási példáink vannak erre a problémára, nem erdélyi viszonylatban, más kárpát-medencei magyar kisebbségi közösségek esetében? Bár gondolom, hogy azért nagyon nagy változatosság ebben nincs, honnan legyen. Én a származásomat tekintve Kárpátaljáról tudnék néhány példát ennek kapcsán elmondani, bár nagyon más a két közösség, mivel ugye Erdélyben ugye a magyarok számossága miatt a szórvány is számosabb és nagyobb területen terül el, míg Kárpátalján így a felső Tiszavidéket tekintjük szórványnak, néhány település, persze ott is nehéz összekötni ezeket a településeket, de a Beregszázi Főiskolának a megalakulása óta kitermelődött annyi pedagógus, és valahol a Pedagógus Szövetség odafigyelt arra, hogy a nagyobb városokban legyenek magyar iskolák, vagy magyar tanítás. Tehát ott nem merül föl ilyen szempontból az, hogy utaztassák el a gyerekeket szórványcentrumokba, vagy szórványközpontokba már a felsőbb évfolyamokon, hanem megpróbálták megszervezni helyi szinten az alsó iskolákat, illetve minél jobban beérik ez a folyamat, tehát több évfolyam kitermelődik, akkor elérni azt, hogy ott helyben elvégezhessék az iskolát, és inkább csak a környező falvakból próbálják rekrutálni a diákokat a magasabb évfolyamokon. De nem jellemző ez az úgynevezett szórványközpontok létrehozása Kárpátalja tekintetében, tehát egy kicsit másképp merül föl ott a kérdés. Ami problematikus ott Kárpátalján, vagy hogy egy kicsit árnyaljam a helyzetet, az inkább az, hogy a pedagógusok személyében nem mindig van egy állandósult minőség, tehát nagy a fluktuáció, nagyon kevesen vállalják el azt, hogy ott helyben hogy oda telepedjenek, és akkor ott egy életet leéljenek akár, hogy stabil legyen az oktatói gárda, hanem talán ez egy kárpátaljai fogalom, hogy ilyen intézményesült nagymamák vannak, akik még magyar gyökerekkel rendelkeznek, és akkor ők ott helyben próbálnak, sajnos nem mindig a legmegfelelőbb módszertannal magyar nyelvet oktatni a fiataloknak. Tehát ilyen megoldások vannak, de Kárpátalján úgy tűnik, hogy ezt mindig helyben oldják meg, ahelyett, hogy utaztassák a gyerekeket. Az intézményesült nagymamának van valamilyen képesítése is az adott esetben? Tehát ő nyugdíjas pedagógus, vagy ő a... Változó nagyon a kép. És amikor terepen jártunk Kárpátalján, akkor olyat is tapasztaltunk, hogy a gyerekek nem feltétlenül nagyon motiváltak egy ilyen intézményesült nagymamai körben magyar nyelvet tanulni. Bár ott vannak, de sokkal inkább érdeklődnek a másik teremből beszűrődő ukrán popzenére. Tehát, hogy vannak azért ilyen körülmények, amiket lehetne fejleszteni. Szlovákiában? Szlovákia tekintetében azt gondolom, hogy ez a szórványosodás még relatíve új hullámnak minősül. A két nagyvároson túl említettem, Zoboralja az a tipikus szórványvidék, ahol ezt
valamilyen módon meg fog kellni a közeljövőben oldani, ugyanis ott a hát kicsit több mint egy tucatnyi településről van szó, ahol felmerül a kérdés, hogy egy iskolába kell majd csoportosítani az ott magyar nyelvű diákokat, viszont még nem került erre sor alapiskolai szinten, viszont közel 15 évvel ezelőtt már az ottani zoborajai közösség látta a problémát, arra vonatkoztat, hogy a középiskolásokat valamilyen szinten össze kellene gyűjteni, és nem egy szórványcentrumot hozott létre, hanem létrehozott egy magán szakközépiskolát, és oda bent lakással, nagyon jó körülmények között, és oda próbálja csábítani a környékbeli középiskolásokat, és törekszik arra, hogy az új hullámos szórványvidékekről, ami azt jelenti Szlovákiában, hogy keleten, Ungvidéken és Bodrog környékén, annak következtében indult el a szórványosodás, hogy a gazdasági ellehetetlenés következtében az ottani magyarok Nyugat-Szlovákiába, magyar területekre tömbre költöznek, és ott egyre csökken a magyarok száma, nem csak a demográfiai mutatók miatt, hanem amiatt is, hogy egyszerűen elfogynak ott a fiatalok, és szűnnek meg az iskolák folyamatosan, és onnan is próbálják erre az Alsóbodog nevű településre, a középiskolába oda csoportosítani a diákokat. Erre talán ez az egyedüli példa Szlovákiában, de hamarosan el fog következni az az idő is, hogy az alapiskolán és az óvodán is valamilyen szinten változások következnek be ebben a községben is, és az a kérdés, ami a nagy kérdés ott a területen, ami regionális konfliktusokat okoz, hogy hol legyen az új centrum, egy szórványcentrum, vagy hogy itt Erdélyben is nevezik, ki legyen ennek a gazdája, és ezeken folyik most a diskurzus arrafelé. Vasárnapi iskola is ugye szóba kerül, amikor a szórványról beszélünk. Sajnálatos módon az ismert Kassa környékén nyílt egy, hogy ott az ott környező településekről valamilyen szinten civil kezdeményezésre vasárnapi iskolát is nyitottak. Más különösebb példát egyelőre még szlovákiai szinten nem tudok ilyen központosított szorvány megoldásra mondani. Milyen képesítési pászmát kínál ez a bizonyos szorvány középiskola? Igen, ez elég mondhatom azt, hogy egysíkú, ez egy vállalkozói középiskola. Szóval nem gimnázium, nem egy általános műveltséget nyújtó, és nem is szakokat, különböző szakmunkás szakokat kínáló középiskola, úgyhogy gyakorlatilag csak két szak van, vállalkozói, és azt hiszem, hogy informatikai szak. Úgyhogy nem egy átfogó. Nem emlékszem pontosan, körülbelül egy olyan két évvel ezelőtt volt egyik nyáron, itt Kolozsváron, egy úgynevezett tehetségnap. És számomra egy nagy élmény volt látni, hogy az itteni tehetségközpontok mennyire intenzíven dolgoznak, és milyen változatos hajlamú, és tényleg kiemelkedően teljesítő gyerekeket gyűjtöttek oda össze, kezdve a hétköznapi, tudom is én, népdal éneklő tehetségtől a robot építőig. Tehát megvolt az a diverzifikáció, amire azt mondja az ember ösztönösen, hogy na most ez egészséges, hát az a normális, hogy kinek ez, kinek az, és valóban, ha nincs reprezentálva a hajlamoknak és a tudományágaknak akár minden pászmája, akkor azt a közösség előbb-utóbb alkalmasint megszenvedi. Nálunk hogy állnak ezek a szórványközpontok, amikor kezdenek közeledni a gyerekek ahhoz a korhoz, amikor már feltevődik az, hogy képességek,
hajlamok, tehetségek szerint csoportosuljanak, menjenek tovább, hogy aztán a majdani karrierüket így természetszerűen bekötve ebbe folytassák. Mit tudunk kínálni nekik? Mennyire sokoldalú a mi iskolai oktatási kínálatunk? És természetesen ez most különös tekintettel a szorvány lehetőségek. Hát itt a probléma a szorvány oktatással pontosan a szűkösség. Tehát itt, amikor mondjuk Temes megyéről beszélünk, akkor ott gyakorlatilag leszűkül a lassacskán az egész Temes megyei magyar oktatás a Bartókban lévő egyelőre még két párhuzamos osztályra. Tehát ez a teljes Temes megyei... Hát van egy humán és egy reál, most meg az elemi iskolában pedig nincsenek szakok. De hát pontosan ez a probléma, hogy ez hihetetlen szűk pászmává kezd válni. A másik alapvető törésvonal az, amikor ráadásul összevonásra kerülnek az osztályok. Tehát ez azt jelenti, hogy egy pedagógus az egy kis létszámú csoportot oktat, de ugyanakkor különböző korú gyerekekkel foglalkozik, és szimultán módon különböző tananyagot ad le. Tehát ez a forma... Ez főleg abban az esetben, hogyha van egy versenyképesebb, nagyobb létszámú, esetleg több párhuzamos osztályt futtató román oktatás, akkor nem minden esetben, vagy az esetek nagy többségében nem versenyképes. És pontosan ez a szűkösség az, és pontosan az, hogy nem lehet választani, már osztályok között se lehet választani, nem hogy iskolák között lehessen választani, az, ami a gyerekeknek a nagy részét, a meglévő gyerekeknek a nagy részét is egy olyan pályára tereli, és egy olyan mobilitási pályára löki, ami a magyar világból és a magyar intézményrendszerből kifele vezet. Tehát csak oda jutunk, hogy azért az identitás megőrzés és a saját képességek fejlesztése, vagy azok szerinti tájolódás kerülhet konfliktusba, ha nem is abban az értelemben, hogy a kettőnek természetszerűen ütköznie kell, hanem egyszerűen azáltal, hogy nincsenek esetleg lehetőségek az egyik mellett a másikra. Nem képzelhető el esetleg egy olyan változat, hogy a most visszagondolok erre a bizonyos vasárnapi iskolára, ami nyilván, hogy nem egy liceumi szintnek megfelelő valami, gondolom én, de nem lehet különösen szűkös helyzetben ilyesmire is gondolni, hogy ezzel oldjuk meg, vagy próbáljuk megoldani az identitás megőrzési részt, és valamilyen mértékben. És ami hogy alapképzési szegmenst illeti, ott hát alkalmazkodjunk adott helyzetben szükségszerűségekhez. Általában, amikor szorványoktatásról beszélünk itt erdélyi vonatkozásban, és annak a gondjairól, akkor még azokról beszélünk, akik magyarul tanulnak, csak szűk spektrumban, vagy szűkös lehetőségekkel, vagy kevés választási lehetőséggel. Nálunk inkább a vasárnapi iskolák, a délutáni foglalkozások, egyebek akkor tevődnek fel, amikor már román oktatásba került a gyerek, és próbálunk menteni valamit a menthetőből, tehát hogy magyar nyelv és irodalmat tanítanak mondjuk vasárnap, vagy különböző foglalkozásokon vesz részt, a még meglévő magyar osztályba átjár, magyar iskolába átjár, ahogy ez például Máramarosszigeten történik, némi konfliktusokkal, amire most nem akarok kitérni, de van erre példa szorványban, hogy a gyerek amúgy román iskolába jár, mert ott van az a profil, az a szak, ami iránt ő érdeklődik. A magyar iskolának szűkös a kínálata, de valamilyen módon próbálják integrálni a magyar közösségbe, iskolai szempontból is. Hát meg nálunk a csángók nyelvmentése, erről van szó nagyjából, is ilyen formában történik, bár tudjuk, hogy a csángó vidék sem egységes ilyen szempontból, mert van, ahol román iskolába járnak, és külön magyar foglalkozások kellenek, valahol meddig valamiféle félig meddig magyar oktatás folyik.
Erről is kell beszélni, igen, a már román oktatásban részesülőknek a valamiféle kulturális felzárkóztatásával, megtartásáról. Gondolom, hogy van tudnélik egy olyan kérdés is, hogy szükséghelyzetben, akár közösségi szempontból vizsgálva, ki hoz nagyobb hasznot, most ismétlem, önmagán túl, akár a közösségnek is. Egy olyan valaki, aki hát sikeres a maga pályáján, hajlamainak megfelelően választott karriert és pályát, az szerint érvényesül, de bizonyos szükségszerűségek miatt nem magyarul végezte iskoláit, viszont kínáltunk neki egy ilyen többlet lehetőséget, amivel az identitás megőrzés síkjában pótolhatók dolgok, vagy az, aki esetleg egy identitás megőrzés központú kényszerpályán elindulva, kulcs pillanatokban azt szerint választ, hogy hát magyarul én ezt végezhetem el, és hát talán akkor inkább ide megyek. Hát itt azért ne legyenek illúzióink, tehát itt nyugtathatjuk a lelkiismeretünket azzal, hogy fakultatív oktatás, meg ilyen vasárnapi dolgok, meg olyan vasárnapi dolgok, de ez, tehát a magyar oktatásnak a leépülés az gyakorlatilag egy nagyon gyors, egy generáción belül bekövetkező asszimilációt jelent. Tehát lehet, hogy lesznek kivételek, lehet, hogy lesznek, akik majd megtanulnak néhány verset ezekben a vasárnapi, vagy hivatásos nagymamák, vagy közösségi nagymamák által nyújtott dolgokban, de afelől ne legyenek illúzióink, hogyha egy településen leépül a magyar oktatás, és nem magyar oktatásba, hanem egy versenyképesebb román oktatásba kerülnek a gyerekek. Lehet, hogy sikeresek lesznek, de nem lesznek magyarok. Tehát legalábbis statisztikai értelemben biztos nem. Nem azt mondom, hogy nincsenek ellenpéldák. Tehát ez ugyanolyan, mint a vegyes házasságokban a nyelv használatnak a kérdése. Tehát van egy statisztikai trend, hogy a többségi nyelv dominálja ezeket a családokat. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek szép egyéni példák. Nyilvánvalóan. Tehát, hogyha itt ebben a dologban gondolkodunk, hogyha egy magyar szempontot meg akarunk őrizni ebben a történetben, akkor szerintem nem a román oktatás, hanem sokkal inkább a területi mobilitás lehet, amiről értelmesen lehet beszélni. Nem kell ezt feltétlenül gyöngyhalászatnak, vagy mi ennek a szakterminusa, nem kell feltétlenül ennek hívni, de azzal szembe kell nézni, hogy bizonyos gyerekek, bizonyos csoportok számára akár ez az identitásőrzés, illetve a magyar hálózatokon, magyar világon belüli mozgás, az területi mobilitást jelent. Akár Erdélyen belülit, akár pedig Kárpát-medencén belülit. Most ez azért egy személyes opció kérdése, kezdetben a szülőjé, később a gyereké. Mi nagyon természetesnek tekintjük azt, főleg az idősebbek, hogy ez az opció, ez feltétlenül arra felé irányul, hogy megőrizni magyarságunkat. Ez nem annyira természetes a mostani fiataloknál, vagy akár a fiatal szülőknél. Gondolom, hogy az első kérdés mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy valamivel motiválni szülőd gyereket abban, hogy ő igenis anyanyelvén tanuljon. Milyen tapasztalatok vannak erre nézve, hogy lehet ezt a motivációt túl a hivatalos lózungokon és szlogeneken hatékonyan? Hát ez nagyon sok rétű dolog, de én nyelvész vagyok alapvetően képzettségem szerint, és azt szoktuk mondani, hogy akkor van értéke egy nyelvnek, hogyha használható, hogyha hasznos a beszélő számára. És nagyon érdekes folyamatok vannak a jelenleg Kárpátalján, Ukrajnában ezzel kapcsolatban, mert a kárpátai magyar szórványoktatásban azt gondolnánk, hogy magyar szórvány gyerekek tanulnak, de körülbelül 40%-ban ukrán gyerekek is tanulnak. Mert hogy értékessé vált a magyar nyelvtudás olyan értelemben, hogy Ukrajna, Magyarország gazdasági helyzete, vagy a magyar nyelv mint egy értékes, vagy akár gazdasági haszonnál konvertálható fogalom jelent meg az ukrán szülők esetében. És persze a kérdés itt arra vonatkozott, hogy a magyar családokat általában hogyan vonzuk be ebbe a rendszerbe. Én azt gondolom, hogy
amit most mondani fogok, az nem csak az ő esetükben, de akár a többségi lakosságnak, vagy a kettős identitással, vagy vegyes házasságban élő szülők, gyerekek számára is egy jó motiváció lehet, hogy minőségileg ez az iskola kicsit több legyen, tehát valamiféle modern nyelviskola, vagy valamilyen hatékony módszerrel extra működő, kínálat. egy plusz dolgot kínáló iskola legyen a többségi iskola mellett. Kárpátalján abszolút megoldásnak tekinteném azt, hogyha az intézményesült nagymamák helyett egy modern nyelvoktató központ lehetne a szórványiskola, mert tényleg van rá igény és fönntartható volna. Amellett, hogy persze differenciáljuk az osztályokat olyan értelemben, hogy többségi tanuló jön-e bele, vagy magyar hátterű gyerek. Szlovákia gazdasági helyzete abszolút nem ilyen, úgyhogy gondolom, hogy itt ez nem működik. Elhangzott a tehetség szó az előbbi körben, és elhangzott ez a szó is, hogy minőség. Azt gondolom, hogy az utóbbi évtizedben az iskolázottsági szokások jelentősen megváltoztak a felsőoktatás expanziója következtében is. De ez hogy jön szóba a szórványnál? Két területről kell megközelíteni ezt a kérdést. Egyrészt ugye a nagyvárosi, másik pedig a kis települések szórványvidékét. Ugye a nagyvárosokon hogy merül fel ez a kérdés? Gyakorlatilag egy nagyvároson általában egy iskola van, ahol Temesváron is a Bartók Líceum. Most szlovákiai példát nem mondok, de hasonló a helyzet. És a nagyvárosokban általában a magyar értelmiség jelentősebben képviselve van, és ott ugye megjelenik az igény a különböző típusú, akár kétnyelvű gimnáziumokra, akár különböző szakokra, mert ugye az a cél, hogy a gyerekek tovább bekerüljenek, akár nem feltétlenül a magyar, de a felsőoktatásban. És itt nagy kérdés, ahogy ön is feltette, hogy mi értékesebb, hogyha választ egy kisebbségi, teljesen lefedett iskolázottsági szintet egészen az óvodától a magyar egyetemig, vagy pedig azt csinálja, hogy elmegy egy már sokkal elitebb középiskolába, ami nem magyar nyelvű, viszont fennáll a lehetősége, ugye a vegyes házasság, az asszimilációnak tudjuk, hogy ha többségi környezetbe kerül, akkor ennek igencsak megvan a veszélye. Ez a nagyvárosi szülők számára azt gondolom az egyik legnagyobb kihívás, hogy vajon a közösség azáltal, hogy nem a helyi iskolába adja, a középiskolába adott esetben a gyermekét, azáltal kiközösíti-e, vagy adott esetben úgy pótolja az a szülő, hogy a egyéb magyar nyelvű rendezvényekbe bekapcsolódik, civil alapon bekapcsoltatja a gyermekét is, akár vasárnapi iskola szintjén is. És a kis településeken pedig az a kérdés úgy merül fel, és akarva akaratlanul nem kerülhetjük el azt a témát, hogy Szlovákiában is így van, de úgy tudom, hogy más kárpát-ferencei vidékeken is, itt az alapiskolára vonatkoztatva, hogy a szórványvidéken is a romák jelenléte miatt a magyar szülők gyakorta iratják inkább a többségi nyelvű iskolába a gyermekeiket, azért, hogy saját bevallásuk szerint minőségibb, és jobb érvényesülési lehetőséget adjanak, mert úgy gondolják, hogy nem képesek ezek az iskolák integrálni ezeket a roma, egyébként magyar anyanyelvű roma gyermekeket, és a nem roma, de magyar nyelvű gyerekeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy Szlovákiában is, és valószínűleg máshol is arra kellene koncentrálni az alapiskola, vagy az általános iskolákban, hogy valamilyen szinten integrálni tudják a pedagógusok ezeket a gyermekeket, és nem szegregálni, mert ezáltal ez azt jelenti, hogy a roma gyermekek azok elmennek a magyar iskolába, viszont a magyar anyanyelvű magyar gyerekek elmennek a szlovák, vagy adott esetben más többségi nyelvű iskolába. Nálunk milyen a helyzet ennek az opciós szokásnak a szempontjából? Mennyire vonzó a magyar nyelvű oktatást választani, főként hát a nagyobb években? Nálunk az a helyzet, amit erről kevesebbet beszélünk, hogy a magyar közösségnek egy bizonyos része, nem akarok számokat mondani,
más, és bizonyos részei más és másképpen élik meg a viszonyukat a nyelvhez. Akiről a leginkább hallunk, mert erről szól a mainstream média, aki családban mindenképpen magyarul akar beszélni, és szeretné, akár szórványban is, lehetőleg a nyilvános térben is magyar, vagy alternatívként a magyar nyelv jelenjen meg feliratokban, hivatalos ügyintézésben. És ennek része az iskola is. Van akinél természetes az, hogy a családban magyarul beszélnek, büszkén mondják, hogy mi magyarul beszélünk otthon, mert magyarok vagyunk, de odakint, hát Romániában élünk, hát mit vacakolunk ezekkel a dolgokkal, úgyis tudunk mindannyian románul. Tehát ezek nem értik, hogy miért kell magyar nyelvű feliratot, ahol egyébként úgyis tudunk mindannyian románul, és van, akinél még a családban sem fontos ez, mert ott már akár vegyes házasság lévén ugye felbomlanak ezek a dolgok. Zárójelben mondom, hogy nagy empátiával kell közelítenünk azon gyerekek felé, akik vegyes házasságban vannak, akik népszámláláskor gondolkodnak, hogy minek vallják magukat. Megkérdik a szülőktől, mikor először maguknak kell nyilatkozniuk erről. És általában durván szoktunk viszonyulni ehhez. Az opciók pedig ennek mentén is alakulnak. Amikor az RMDS-ben megszervezték a beiskolázási kampányt, ami tulajdonképpen a helyi kampányokra való rásegítés volt, és azon múlott a siker, hogy a helyi kampányok itt akartak, akkor szakértők megvizsgálták ezt különböző módszerekkel. Az a csapat is, amiben Kis Tamás is dolgozik, vizsgálta ezt, és nagyon jól látszott az, hogy mennyire számít az, ha szórványvidéken a magyar iskola valamiben, akár egy délutáni foglalkozásban tehetségápoló valamiben, de nem amit ők képzelnek el, hogy az nagynak számít, hanem tényleg annak minősül a közösség szemben, rá tud ígérni a román iskolára. Tehát az sajnos, említett extra ajánlás. Igen, de sajnos, hogy nálunk az igazi szórványvidékeken fordítva van. A román iskola tud messze ráígérni különböző lehetőségekben, tehetséggondozásban, kiemelkedő akármikben, mint a magyar iskola. Tehát ez egy probléma. És ilyenkor a magyar közösségnek az a része, amelyik a házon, családon, kívüli térben nem feltétlenül látja magyar nyelvet olyan fontosnak, a román oktatást fogja választani, vagy ha a magyar oktatást választja mégis, akkor bosszankodik ezen, azt mondja, ahogy az interjú alanyaim nekem is mondták, hogy nem tudtam beiratni abba a jó iskolába, mert nem tudott elég jó románul a gyerek. Várom, hogy kicsit nőjön, tanuljon meg, mondjuk az utcán, de hallom ott se, de szórványban mégis, tanuljon meg románul, hogy tudjam átvinni a román iskolába. Tehát ők magyarok, és magyarul nyilatkozza ezt. Tehát nagyon eltérő módon viszonyulunk a magyar nyelv fontosságához, és egy óriási, óriási tömege a magyaroknak relatívan viszonyul hozzá, miközben a politikum ezeket valahogy kihagyja a képletből, úgy jelenik meg számára, mint a mindannyian ugye ezt a mainstreamet képviselnénk. Nem olyan régen volt Torockon egy oktatási témájú konferencia, és ott hangzott el az, amit hát statisztikai adatok hiány legfeljebb gyakorló szülőként és egyedi esetként véltünk érzékelni, hogy bizony statisztikailag, most arra kérem, javítsanak ki, hogyha ha rosszul fogalmazok, statisztikailag a magyar nyelvű oktatás színvonala elmarad a többségétől. Rosszul idézem? Kiegészítenénk azzal, hogy nemzetközi mérések azt mutatják, hogy a magyar nyelvű oktatás színvonala, vagy a magyar nyelven, anyanyelven tanuló diákok jobban teljesítenek mondjuk ilyen PISA felméréseken, amire ön gondol szerintem ez az érettségiből adódó következtetések, amik iskolák szerint az országos érettségi vizsgán elért adatokat mutatják, és ott ugye a román nyelv az egyértelműen differenciálódott, nyilván jobban teljesítettek a román oktatási rendszerben tanuló gyerekek, mint a magyar anyanyelvű, vagy a magyar nyelvű oktatási rendszerben, és a matematikánál is ezt akartam ilyen mondani éppen, hogy viszont reál tárgyaknál nyilvánult meg erős, mondjam azt, hogy lemaradás vagy különbség. Igen, és itt voltak erős különbségek a megyék szerint is, tehát hogy az összes összpontnál, az összpontszámnál volt egy ilyen lemaradása a magyar iskoláknak, de
Sok esetben pont a szórványmegyék voltak, amik ehhez hozzájárultak. Visszatérnék egy picit erre a motivációs kérdésre. Ugye annak idején tulajdonképpen még minimum két lépcsőről beszélhettünk. Az alapállás valahol a magyar családokban igazából valóban az volt, hogy az, hogy nem magyar iskolába adni, az egyfajta unconceivable attitűd lett volna, és csak utána következett az extra ajánlat. Különben erre az extra ajánlatra is jól emlékszem, engem másodikos, harmadikos koromban azért irattak át abba az iskolába, amelyben végül végeztem, mert ott kísérleti jelleggel angol nyelvet tanítottak elemiből. És rendkívül jó angol tanáraink voltak. Most ehhez képest már az én lányaim korában ez úgy fogalmazódott meg, hogy ja, hát ha jól akarja beszélni az idegen nyelvet, magánórákat kell vennie. Valamit esetleg tudunk még mozdítani az iskolák extra ajánlata előtt vagy azon kívül? Azt látom most, hogy nagyon a felszínen mozgunk. Tehát itt egy olyan elit közegről beszélünk, ami nem ez a szórványoktatás. Tehát itt egy nagyon rossz minőségű, de mégiscsak nem összevont osztályokkal működő román oktatás versenyzik ezeken a falvakon, egy nagyon rossz minőségű magyar oktatással, még ráadásul össze is van vonva ez a dolog. Tehát visszatérve arra is, amit az előbb mondott, hogy van egy lemaradás a román románul tanulókhoz viszonyítva az érettségi eredmények tekintetében, tehát ez a román oktatási rendszer egy hihetetlen mértékben differenciált rendszer, óriási egyenlőtlenségek vannak a román oktatási rendszerben, a magyar nyelvűben is, meg a románban is. Tehát itt nem feltétlen mérvadó az, hogy mit hasonlítunk mivel. Tehát lehet mondjuk a kolozsvári elit, magyar elit liceumokat hasonlítani a románokkal, román elit liceumokkal, itt valószínűleg lesz egy lemaradás, de nem ez a döntő kérdés szerintem, hanem hogy itt óriási egyenlőtlenségek vannak magán a rendszeren belül, és nagyon-nagyon félre fogjuk értelmezni a problémát, hogyha a saját elit liceumos tapasztalataink alapján kezdjük ezt a dolgot vizsgálni és megkörnyékezni. Annyit tennék hozzá, hogy ez a kompetenciamérésekkel összefüggésben Romániában, ugye amit én is említettem, ezek az érettségi eredmények, akkor menjünk egy szinten lejjebb a PISA mérésekre és a TIMSS mérésekre. Romániában is elmarad bőven az OECD átlag alatt, mind a román, mind a magyar nyelvű képzésben résztvevő diákoknak a teljesítménye, viszont a magyar diákok jobban teljesítenek, tudom, hogy ez egy lózungnak számít, de jobban teljesítenek a román társaikhoz képest, viszont, ahogy Tamás is mondta, itt a szociális háttér, a családi háttér nagyon jelentősen befolyásolja azt, hogy mind a román, mind a magyar diákok hogyan teljesítenek, úgyhogy tényleg ezt valamilyen szinten differenciálni kell. Viszont az, hogy az érettségi eredményeik a magyaroknak, az erdélyi magyaroknak ilyen gyenge, vagy gyengébb, mint a románoknak. Ez egy más dolog, mert a felsőoktatásba való részvételt erősíti meg, vagy éppen tartja őket távol, és ez tényleg már egy kicsit magasabb szintű. Hogyha a szórványról beszélünk, akkor valószínűleg inkább az általános iskolai teljesítményt érdemes figyelembe venni, és ott ezeket a viszonyokat elemezni. Itt meg csak röviden, tehát amikor mondjuk megoldási javaslatokban gondolkodunk abban, hogy hogyan lehetne lendíteni egy iskolának a presztízsét egy ilyen Isten háta mögötti szórványhelyen, tehát akkor azért külső beavatkozással lennének eszközök, tehát nagyon kevés kéne egy tanulmányút, egy bécsi kirándulás, nem feltétlen Vereckét kell megnézni, vagy az aradi vértanúknak a szobrát, hanem aminek abban a közösségben presztízse van, vagy nem tudom én, valamilyen komputeres megoldások, amiket kívülről bevisz az ember. Tehát ezekkel azért lehet ezeknek az oktatási intézményeknek a presztízsét, vagy a magyar tagozatnak a presztízsét növelni, de azt viszont látni kell, hogy erre helyi erőforrás meg nincs, mert itt a szorványlét a helyi elit, meg a helyi pedagógus társadalom tekintetében is egy szűkösséget jelent. Én is kiegészíteném ezt, csak nagyon pontosan ide kötődik, hogy 2012-ben volt egy
kutatás pont két területen, itt Csángóföldön a Magyar Szórvány Magyar Oktatási Intézményekben és Kárpátalján párhuzamosan, Teleki László alapítványnak a támogatásával, és ott pont egy ilyen kifejezetten szórványiskolákban mérték azt, hogy mennyire hatékony az oktatás, volt egy szövegértési teszt, hogy mennyire tudnak jól magyarul, illetve volt egy ilyen kis matematikai feladatsor, amit meg kellett oldaniuk, és ott ennek a kutatásnak az volt a kvázi megoldási javaslata, amit így föl tudtak kínálni, hogy akkor szerepeltek jobban a gyerekek ezen a teszten, vagy akkor tudtak jobb teljesítményt nyújtani, hogyha ha nem kizárólag az iskolában és a családban használták a magyar nyelvet, hanem mindenféle ilyen kvázi ilyen extra dolgokban, iskola utáni foglalkozás, vagy valamilyen kis kulturális program még így a tanórákon kívül, de az iskolában, és azt fogalmazta meg akkor ott a kutatásnak a vezetői, azt fogalmazták meg, hogy a pedagógusnak kulturális menedzsernek is kell lennie. Tehát, hogy a szórványpedagógusnak, hogyha van egy ilyen plusz funkció, és ezzel tisztában van, és nem mindig van tisztában azzal, hogy egy ilyen nagy felelősség van rajta, akkor növelhető ezeknek a gyerekeknek a teljesítménye, akár a saját anyanyelvükön, a magyar nyelv, illetve más nyelvtől független kompetencia területeken, mint a matematika. Amit ugye Tamás is mondott, hogyha úgy tetszik, figyelmeztetett rá, a szociális helyzetnek jelenleg óriási szerepe van, azt hiszem, abban, hogy az egyébként ingyenesnek mondott közoktatásban mennyire részesül valaki, illetve abban is, hogy milyen minőségét tudja igénybe venni ennek az úgymond ingyenes közoktatásnak. Én azt kérdezném meg, hogy hol állunk azon, abban a vonatkozásban, hogy valamilyen módon ilyen szempontból segíteni tudjuk az egyébként nagyon leszakadókat. Mert a tapasztalat az azt mutatja, hogy óriási potenciál mehet veszendőben, hogyha a pénz az egyedüli meghatározója annak, hogy most Pistike tanulni fog, vagy a korai iskola elhagyók sorait bővíti. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést mindenképpen kezelnünk kell valamilyen módon, egyrészt simán vett esélyegyenlőségi megfontolásokból is, jogi megfontolásokból, másrészt pedig egyszerűen teljesítmény szempontokból is, hiszen nagyon könnyen lehetséges, hogy egy Isten háta mögötti eldugott faluból kerül elő a következő, tudom is én, matek, fizika, Isten tudja milyen zseni, csak észre kellene vennünk. És hát lehetőséget kell neki biztosítani ahhoz, hogy tanulni tudjon, és ne feltétlenül az határozza meg a jövőjét, hogy hát kellene még egy munkás kéz már 8. korában a szülők mellett. A törvény az törvény, de hát no. Nagyon nagy lemorzsolódás van már 8-tól, miközben 10 osztályt kéne végezni, valahol eltűnik több ezer, vagy inkább több tízezer, magyar viszonylatban, lehet, hogy román viszonylatban még több gyermek, de azt is, akinek a pályáját nyomon tudjuk követni, és nem csak a számokat nézzük, hanem tudom én, pedagógusokkal elbeszélgetünk, van egy ilyen kényszeriskolába járás, amikor a falusi 8. osztályból, vagy kisvárosi 8. osztályból kikerülő gyermek ingázik, nem már nagy fiú, vagy nagy lány, de főleg itt nagy fiúkra gondolok, ingázik a megyeközponti, esetleg szakliceumba, vagy valamilyen iskolába, most nagyon könnyű bejutni, meg kisebb a konkurencia ezekbe, és valahol ott csavarok délig, meg bemegy az iskolából, onnan kijön, és a pedagógus is várja, hogy már megszabaduljon ezektől az emberektől. Tehát egy ilyen kényszer, kín, két osztály kijárása következik. De a kérdés lényegére is térve, sokszor a hátrányos helyzetű vagy szociálisan érintett családokban az iskolához való viszonyulás is más, mint egyéb helyen. Én azt látom, hogy ezen a területen az állam rendkívül durva oktatási rendszert működtet.
inkább, tehát itt a fejpénz, a darabszám számít, nagyon kevés felzárkóztatási program van, ami van, az szinte szimbolikus. Aminek sokat köszönhetünk, az a különböző egyházi, meg civil társadalmi kezdeményezések. Az persze kérdés, hogy ezek mennyire elegek, és az is kérdés, hogy mennyire nőtték ezek már, nőtték ki magukat, és érték el a végső határukat, mint a Böjte Csaba rendszere, vagy a Nyilas Misi mozgalom, hogy így mondjam, bár ők nem annak nevezik. Hát itt akkor, ha már a Nyilas Misi szóba került, visszatérve ugyanarra a tehetségnapra, ugye az ő első generációik már egyetemet végeztek, és én emlékszem, hogy ott például ezen a találkozón jelen volt két egyetemista is, vagy többen, talán nem tudom, konkrétan emlékszem, hogy volt egy orvostanhallgató is közöttük, aki nagyon jó eredményeket tudott felmutatni. És ez egy, szerintem egy nagyon releváns példa volt arra, hogy ez az ember elkallódott volna, ha nincs egy olyan struktúra, amely biztosítsa neki a tanulmányai finanszírozását. Én azt hiszem, hogy Szórványban és főleg azokon a településeken, amelyeket Tamás is említett, hát ez valahol az első küszöb, hogy meg kellene találni a segítségnek azt a módját, az anyagi segítségnek azt a módját, és itt azt hiszem, hogy plusz motiváció is lehet, mert egy Isten háta mögötti faluban, most elnézést a nem polkorrekt megfogalmazásért, a román gyereknek azért ugyanezek a problémái, viszont hát itt akár ez lehet az a bizonyos extra ajánlat, hogy azt mondom neki, hogy ugyan elméletileg, vagy a szociális helyzetetekből kifolyólag ti nem vállalhatnátok, mint család a gyereknek az oktatását, még akár a kötelező határig sem. Viszont mi egy olyan ösztöndíj rendszer biztosítunk neki, amely megfelelő előmenetel esetén, mert most a Nyilas Misire visszatérve ezt nézik például, de van egy rakás keresztszülőprogram, ez az AMAZ, tehát ilyen helyi kezdeményezés. Biztosítjuk neki azt a lehetőséget, hogy végigjárhassa azt az oktatási pályát, ami hajlamainak megfelel, ami dukál neki, mint emberi lénynek, állampolgárnak, stb. Tehát ez nem működhetne így, mint mennyire vannak nekünk, ugye ezek, mondtuk, hogy ezek helyi kezdeményezésre létrejött dolgok, ugye itt mivel stratégiákban gondolkodunk, azt hiszem, hogy ez egy nagy kérdés, hogy lehetne ez egy idézőjelesen központilag felvállalt stratégia, hogy figyeljünk oda ezekre a szociális kérdésekre, és aduként is vessük be azt, hogy... Biztos, hogy lehetne, de én megint lehoznám egy kicsit erről a nagyon emelkedett normatív szintről a beszélgetést, és például arra hívnám fel a figyelmet, hogy ilyen szempontból mindenképpen a differenciált megközelítés az indokolt. Tehát mindennek vannak következményei, és lehetnek mellékkövetkezményei. Tehát hogyha az ilyen szociális alapon összegyűjtött, például Szórvány kollégiumba, Böjte atya által működtetett Szórvány kollégiumba összegyűjtött gyerekekről beszélünk, akkor például bizonyos településeken olyan hatása volt ennek, hogy a középosztálybeli jobb anyagi helyzetben lévő magyar szülőket ez a dolog pontosan, hogy riasztotta. Tehát minden ezeket a dolgokat szerintem egy sokkal differenciáltabb és a különböző rétegeknek a különböző igényeire odafigyelő, vagy ezekkel legalábbis számot vető, tehát hogyha a stratégiailag akarjuk ezt a dolgot tervezni. Tehát az, hogy főleg, hogyha tömegével hozunk szegény, és itt most nem a romának az eufemizációja a szociális helyzet, hanem tényleg szociális, nehéz szociális helyzetben lévő gyerekeket, akkor az lehet, hogy egy szórványközösségben, egy városi szórványközösségben a városi középosztályra
taszítóan foghatni. Tehát vannak ilyen mellékhatásai. Egyébként most nem erre gondoltam kifejezetten, hanem akár a Nyilas Misi által működtetett pályázati rendszerre, ők nem intézményeket tartanak fel önmagukban, hanem pályázni lehet náluk, és az egy teljesen, hát ha nem is véletlenszerű, de egy változó dolog, hogy hol támogatják őket, melyik tanintézményben. Egyszerűen arról van szó, hogy nem hagyják elveszni ezáltal azt a gyereket. Hát ez egy jó dolog mindenképpen, de arra is felhívnám a figyelmet, hogy például arra, hogy valaki egy falusi közegből jó matematikus vagy kiemelkedő matematikus legyen, arra sokkal nagyobb esély volt a múlt rendszerben, mint most. Tehát gyakorlatilag azért azt látjuk, hogy mindenféle programok mellett azért bizonyos régiókban akár, vagy bizonyos kis régiókban az oktatás minőség az nagyon-nagyon leépült ahhoz képest, hogy milyen volt. A nagyon leépül az oktatás, nem mondjam minőség, a körülményei, azok a feltételek, amelyek 30 évvel ezelőtt működtették. Például az állandó tanári kar. Ez az állandó tanári kar. Akkor nehéz a tehetség kiválasztása is, mert tényleg egy nagyszerű pályázati rendszert és jó elgondolásokkal működtet a Nyilas Misi, de ahhoz már valahol fel kell fedezni azt a gyereket, tehát meg kell találni. Sokszor az elkallódás amiatt van, hogy meg se tud nyilvánulni az a gyerek. Mi így esett tanulmányként 17 nagyon különböző helyen, nagyon különböző iskolát figyelünk meg, és nézzük a történetét is, tehát akár a 60-as évekig visszamenően, nézzük a mostani alakulását is. Ez egy olyan közelképet biztosít amellett az átfogó képek mellett, amit ugye már kutatóintézetek tudnak biztosítani számunkra. Most az RMDS oktatási főosztályára gondolok. És ott lehet látni azt, hogy nem csak a gyerekek fogynak el, hanem elfogy a tanári kar. Egy iskola most a fejemben, 28 pedagógus tanított még a 90-es évek elején, ebből 3-an voltak románok valamilyen tantárgyakra, most már csak 16 van, és ebből 6-on vagy 7-en románok, tehát majdnem fel. Az összes olyan tantárgy, amit lehet másképp is tanítani, az idegen nyelvek feltétlenül, az ének-zene tantárgyért küzdenek, hogy az még maradjon meg magyar, és már csak az egyik tanító, mert itt ugye 1-8-ig van, 1-től 8-adik osztályig, már csak az egyik tanító helyben lakó. Maga az órarend is úgy alakul az iskolába, hogy igazodik az ingázó tanárok autóbuszának a menetrendjéhez, és ugyanakkor csak egy származik abból a faluból, tehát nem helyben lakó pedagógus, semmire se fogható délután, most már, hogy meg se lehet fizetni abban az iskolában a délutáni tevékenységet, végképp nem fogható, hogy ott maradjon, mert nincs mivel hazamennie este. Ez egészen más helyzet ahhoz a 25 évvel ezelőttihez képest, amikor Zömük még ott lakott, és ismerte a családot, jobb volt a helyzet, mint egy nagyvárosban ilyen szempontból szinte, hiszen egy kis közösségen belül. Annak már nagyobb esélye volt felfedezni, akár óvodáskortól a tehetséget például. De vannak egyébként ezek a nálunk is működő tehetségközpontok. Van valamilyen együttműködésük velük? Mert azért ott eléggé lelkes és változatos szakképesítésű pedagógusok működnek, úgy tűnik, hogy eredményesen. Gondolom, hogy az is használna azért valamit, hogyha ezt a tudást, az általuk képviselt tudást is behoznák a megoldási lehetőségek közé. Ottani pedagógusokkal beszélgetve az látszik, hogy inkább az elitiskoláknak vannak kapcsolatai ilyen központtal. Ott tudnak róluk, ott működnek, egy onnan származnak a tanulók, amit nem tud, vagy nem akar az iskola ilyen elit dologban megoldani. Most nem tud működtetni éppen egy nagyon menő színjátszó kört, mint amilyen Szilágycsebben működik például, van egy lelkes tanár, nem kell nagyobb település. Vagy itt a János Zsigmond kollégiumban, hát azt akkor oda küldjük a gyereket, most éppen van egy jó foglalkozás ott, de már egy másik, mondjuk a Tordai Liceumban lehet, hogy kevesebbet tudnak erről, vagy a Szamosújváriban. Ha már szó esett itt a szociális háttérről, a családi háttérről, meg a pedagógusokra is fölhívták itt a figyelmet az asztal túloldalán ülő szakemberek, akkor én egy új fogalmat is behoznék most egy kicsit a beszélgetésbe, az úgynevezett pedagógiai hozzáadott értéket, mert hogy az valahol evidens, hogy a családi háttér az nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy a gyereknek milyen potenciális életpályája lehet.
És amit ezen változtatni tud az iskola, az a pedagógiai hozzáadott értékben, vagy a pedagógusi munkának a milyenségében mérhető. És amikor mi a szorvány oktatási intézményeket mértük, illetve az ottani kompetenciákat, akkor persze volt egy ilyen előzetes becslésünk, hogy a családi háttér alapján, a kérdőívek alapján, a gyerekek kitöltöttek magukról, tehát honnan jönnek, milyen családi háttérrel, akkor volt egy várható teljesítmény. És ezek a valós teljesítményekkel nem mindig egyeztek, mert bizonyos iskolákban jobb volt a pedagógiai munka, mint más szorványiskolákban. Tehát azt gondolom, hogy ahol pont hozható, vagy ahol pluszérték képviselhető, és ez rajtunk múlik, az pont ez a pedagógusi munka, ami felül tudja írni a várható, a családi háttérből várható életpályáját a gyereknek. Tehát ez nagyon fontos, és ugye itt ezeknek a tehetséggondozó szakkollégiumoknak a kapcsolata, hogy melyik iskolával van és melyikkel nem, az talán bele is érthető ebbe a pedagógiai hozzáadó értékbe, mert ez nem csak a tanárnak az aktuális munkáját jelentheti, hanem azt, hogy milyen hálózatokkal rendelkezik, hogy milyen nem csak mentálisan támogatja ezt a gyereket, hanem hozzájuttatja, vagy fölhívja a figyelmét, hogy pályázza a nyilasmisi programra, mert ez szabadon pályázható bárki által, aki szeretne valamilyen anyagi segítséget kapni a tanulmányaihoz, legalábbis én úgy tudom ennek a programnak a működését, hogy ez egy nyílt pályázati felhívás. Csak megerősíteni tudom azt, hogy a pedagógusnak óriási szerepe van abban, és ahogy el is hangzott, ez a pedagógus, mint kulturális menedzser a szorványban igencsak fontos, és több eset tanulmány nálunk is megerősíti azt, amit Tivadar elmondott, hogy abban az esetben, hogy kialakult ez akár az általános iskolában, akár középiskolában, akár az egyetemen is, hogyha a tanári kar nem arról a településről, vagy nem abból a városból származik, akkor ott az élet teljesen, hát gyakorlatilag csak pangani tud a diákok körében is, és ez minden szintre igaz. Most én Szlovákiában mondhatnám a nyitrai közép-európai tanulmányi karat, ahol gyakran panaszkodnak arra, hogy nem tudnak pezsgő, ott is egy magyar, az is mondható egy szorványnak életet gyakorlatilag kialakítani, éppen azért, mert a tanári kar az beutazó, és ugyanígy van a kis településeken is, és ez nem csak éppen határon túli, hanem Magyarországon is nemrég volt egy kutatás roma iskolákban, úgynevezett roma iskolákban, és ott is ugyanaz a jelenség, hogy ha foglalkoznak a diákokkal iskola után, követik a pályát folyamatosan, akkor ki tudnak nevelni. És itt egy a szorványról beszélünk, akkor mindig kis számokban gondolkodunk. Bár most már megvannak az adataink arra vonatkozóan, hogy pontosan hány szorvány van a Kárpát-Berencében és egyes régiókban, de mindig mikroszinten kell gondolkodni, hogy a szorványban és a pedagógus, amikor egy diákot tud, például az orvostan hallgatót ki tudta nevelni a nyilasmisi program, akkor ez egy minimális dolognak számít az egy ember, de a pedagógus szerepében azt gondolom, hogy óriási, és ezt senki nem vonja kétségbe, úgyhogy a pedagógus képzésre talán igencsak ki kellene terjeszteni a figyelmet, és nem csak egy általános pedagógusi pályára felkészíteni, hanem akkor adott esetben, hogyha szorványról van szó, akkor a speciális szorvány programokra esetleg összpontosítani. De biztos vannak ilyen képzések Erdélyben is, akik arra specializálódnak, hogy azt tudom, hogy Csángóföldre például olyan pedagógusokat küldenek, vagy próbálnak küldeni, akiknek ez a úgymond kiteljesedett pálya, hogy nem csak tanítanak, hanem menedzserként is ott tevékenykednek ezekben a településekben, és azt gondolom, hogy ez egy jó megoldás lenne a szorványosodás problémájának a kezelésére, nem a megoldására. Azt hát említettétek, hogy jócskán a földön kell járni, hogyha nem akarunk elrugaszkodni a valóságtól. Én most megfordítanám egy kicsit a kérdésfeltevést, és azt fogom kérdezni tőletek, hogy jó, akkor melyek azok a tényezők, amelyeken egyáltalán mozdítani tudunk, és itt most elsősorban akkor a szorványoktatási vonatkozásban, lehet legyenek azok szociálisak, pedagógusok, diákok, motiváció, ajánlatok, stb. Miben tudunk egyáltalán az adott körülmények között
mihez tudunk hozzányúlni ahhoz, hogy hát a lehetőségeink szerint javítani tudjunk a helyzeten? Mi hogy látjátok? Itt nem lesz kielégítő a válaszom, és nem lesz túl szívderítő. Ijesztően keveset tudunk tenni, mert óriási tömegű jelenségről van szó. Szóval itt elhangzik sokszor a csángóoktatás, meg miért. Na most, ha 3-4 falu, vagy egy megye, két megye volna ilyen helyzetben, akkor oda lehetne lapátolni egy csomó pénzt. Most nem azt mondom, hogy a pénz miatt nincsenek meg a jó dolgok, mert nem erre akarom vinni, de jóval jobban lehetne kezelni. Itt hál' Istennek még óriási területről és viszonylag nagy lakosságról van szó. Ezért a válasz valahogy ott van, hogy ott lehetne leghamarabb, és ott is lehet, hogy nem egyik napra a másikra tenni, ahol a legkevesebb elemet kellene megmozdítani. Például a pedagógus képzés minőségének a javítása. Mert ez ugye egy-két intézetről szól. Nem mintha végképp rossz lenne, de valami nem működik, és nem mintha az ott dolgozók munkáját kifogásolnám, hanem a rendszerben vannak problémák, amit most nincs idő itt részletezni. Tehát valószínű, hogy azonnal, de akkor sem egyik napról a másikra való következményekkel ott kell tenni, ahol tényleg lehetőségünk van. Egyébként csak beszélni tudunk. Az is jó, mert szüntelenül helyzetértékelésre, és pontos helyzetértékelésre van szükség a retorikákon túl, vagy még jóval azok előtt, de ott kell kezdeni, ahol a leghamarabb tudunk mozdítani elemeket, mert akkor még menthető, ami menthető. Igen, de itt azt mondja a kolléganő, hogy ha nem ott lakik a pedagógus, akkor lőttek a helyzetnek. Lehet akármilyen jó. Ha neki az az életmódja, hogy nem kötődik ahhoz a helyhez, nincs mivel kényszerítsük. Volt itt az államnak olyan programja, hogy talán még most is van, hogy többlet fizetést ad neki, mindenféle kompenzáció. Tehát ezek nagyon, nagyon csekélyek ahhoz, hogy rávegyenek valakit, hogy kiköltözzön olyan helyre, ahol fogy el a lakosság. Tehát nagyon, nagyon keveset látok én ebben mozdíthatót már. Szociológus hogy látja? Hát amikor azt kérdezzük, hogy mit lehet tenni, vagy mit tudunk tenni, akkor én visszakérdeznék, hogy ki az a mi. Tehát egész konkrétan milyen szinten, tehát teljesen más lehetőségei vannak ebben a tekintetben a román államnak, vagy az oktatásügyi minisztérium. Magyar kisebbség szervezeteinek, tehát, úgy tetszik. Mondjuk az RMDS oktatási főosztályának, vagy egy magyar oktatás szervezőnek. Hát szerintem az egy nagyon fontos dolog, én egyetértek Tivadarral, hogy itt az nagyon fontos, hogy legyen egy pontos helyzetkép, tehát hogy legyen egy folyamatos monitorizálása és egy odafigyelés arra, hogy helyi szinten egész konkrétan pontosan hol, mire van szükség, ezt pontosan ki tudja megoldani, hol kell egy iskolabusz, hol kellene egy valamilyen presztízsnövelő intézkedéssel éppen növelni annak az oktatási intézménynek a presztízsét. Jól meg kell tervezni, hogy hova teszünk szorványkollégiumot, hova nem teszünk szorványkollégiumot, mi a következménye annak, hogyha valahova szorványkollégiumot teszünk, és én mindenképpen egy ilyen összehangoltabb és a különböző elemekre, konkrét elemekre jobban odafigyelő tervezésnek a szükségességét látnám. Azért, mert az egész ennek óriási falat, és ki kell mondani azt, hogy az oktatás működtetője jelen pillanatban, a magyar oktatásé is, az a román állam, amely egyébként erősen állami kézben és erősen centralizáltan tartja az oktatást. Tehát a magyar szervezetek nem működtetői az oktatásnak. Legfeljebb erős partnerei kell legyenek, ütőképes, ha kell, nem az agresszivitás értelmében. Partnerei kell legyenek ennek a román államnak, tehát mondjuk egy politikai szervezetnek ez a feladata. És azon belül az RMDS oktatási főosztály nem oktatás szervező, de ehhez a helyzetképnek a napirenden tartásához kell hozzájárulnia.
Tehát így egész ez a kép, és így kell viszonyuljunk hozzá, mert más megoldásunk nincsen. Ahogy a kollégám is fogalmazott, valószínű, hogy a szerkezeten belüli apró elmozdítások, változások, szelektív hozzáállás az, amivel tudunk, mert mondom, az egész nagyon nagy falat. Én is úgy látom egy picit, hogy a szorványoktatás, a kisebbségi oktatáson belül mind a román államnak a szemében, de az anyaország szemében is egy kicsit marginalizált terület, és valahol egy olyan terület, aminek nincs gazdája még. De nagyon örülök, hogy most erről itt beszélünk, meg egyre többet beszélünk a szorványról, önmagában is ezen belül az oktatásnak a specifikumairól, ami lássuk be, hogy más a tömbben lévő kisebbségi oktatáshoz képest, tehát másképp kell ezekhez a dolgokhoz viszonyulni. És Tamás is említette, én is úgy látom, hogy nem csak helyben a pedagógus személyén, illetve azon, hogy mi legyen ez az extra ajánlat, amit egy iskola biztosítani tud, hanem hálózatosságban is kell gondolkodni, mert épp ezen a torockói konferencián is elhangzott az iskolák veszélyben program keretében előadó kapitány Balástól, hogy bármely jó szándékú kezdeményezés, ami a szorványban megvalósul, is lehet kártékony, hogyha az nincs egyeztetve a nagy rendszerrel, illetve azzal, hogy azokkal a folyamatokkal, amik egyébként ott vannak a környéken, és egy iskolabusz az lehet agresszív is, meg lehet kártékony, kibocsátó településre nézve, hogyha elviszi valahonnan azt a három gyereket, ami még elegendő lenne ahhoz, hogy ott osztály legyen. Tehát, hogy hálózatba is gondolkodni kell, mert a szorványnál ez nagyon fontos, hogy több település együtt tud fönntartani intézményt. Igen, egyébként ez az ilyen típusú vélt vagy valós sérelmek, ezek időről időre erős polémiákat váltanak ki. Hát ilyen volt ugye egy fél évvel ezelőtt ez a gyöngyhalászattal kapcsolatos polémia is, amikor több településen nehezményezték, hogy ők most azért nem tudnak majd önálló magyar iskolát indítani, vagy meglévő osztályokat fenntartani, mert hát elcsábítják a diákjaikat tömb magyar zónákba. Itt talán az nem mondatott ki, hogy ennek a kérdésnek azért ennél több vetülete van. Most nem azért, hogy gyöngyhalászatot vagy elcsábítást védjek, de hát ott is ugye meghatározó az, hogy kinek milyen kínálata van, kezdve a szociális tollást, ösztöndíjak, különböző kompenzációk, egészen akár a szakokig, amik esetleg egy tömbvidéken hát nagyobb választékot képviselnek. Ki hangolhatná össze ezeket a dolgokat? A múlt beszélgetésünknek a visszatérő motívuma az volt különben, hogy tartalommal kitölteni a kereteket. Hát itt most olyan bő keretek, olyan bőkezű keretek nincsenek, de az is látszik, és nagyon sokan nehezményezik egyébként, hogy sokszor önmagunk ellen teszünk bizonyos, akár helyi kezdeményezésekkel, mint Viktória is mondta, ha nincs összehangolva ugye két kezdeményezés, akkor az elvileg nagyon pozitívnak mutató apró kis megvalósítás, gesztus, mi egymás is kárt okozhat a szomszédnak. Tehát valószínűleg azon kívül, hogy állandóan követni kellene a helyzetet, koordinálni is kellene valamilyen szinten. A felvetésnek két részére is szeretnék reagálni. Az első része az, hogy vannak konfliktusok. Most ez a fogyás, ez a veszélyeztetett állapot a szorványban, ez oda vezet, hogy szűkülnek a lehetőségek, tehát többen osztozkodnak a szűkülő lehetőségeken, illetve változások szükségesek, amelyeknek a terheit el kell viselni, és valószínűleg nem egyformán fogják elviselni különböző csoportok. Egyik iskolának be kell zárnia, de melyik legyen az. Egyre több konfliktust, vagy konfliktus helyzetet, magyar-magyar konfliktus helyzetet regisztrálunk, vagy szülői közösségek között, vagy tanári közösségek között, iskolán belül iskolák között.
tehát megjelent. Egyébként a gyöngyhalászatnak nevezett állampolitikai rangra emel, de mégis az állam tudta nélkül végzett szélhámosság, az is ennek a konfliktusnak része, mert Udvarhely környékén is vannak veszélyeztetett iskolák, csak másképp tevődik fel a kérdés, mint Szórványban, és így tovább. A koordináció, na most itt elindult a feltárás, az, ahogy a transzilvanista régiek mondták, a nemzeti önismeret irányába elindult valami konkrét és lozungmentesebb, tehát adatolt, higgadtabb feltáró munka, több szereplővel is, hál' Istennek. A koordináció is valamilyen módon úgy képzelhető el, hogy valahol találkozzanak ezek az információk, és valahol, majdnem csak úgy tudom elkezdeni, kollektív, de jó rálátással és jó ráhatással bíró testületek tudják ezt elvégezni, mert, és visszakerülök oda, ahol a hozzászólásom elején voltam, annyira szűkültek a lehetőségek, és annyira élesbe kell vágni, és fájdalmat okozva kell vágni, hogy nem lehet most már ilyen egymás meghívtuk alapon, leült két professzor, és másik hármat meghívott testület, eldönt valamit, és rákényszeríteni a közösségre, mert állampolitikai eszközei nincsenek. És valahol a jól informált, tehát a pontos helyzetértékeléssel, lehetőleg tudományos alapon álló helyzetértékeléssel rendelkező személyeknek akár szélesebb körekkel egyeztessen és koordináljon, illetve valamiféle legitimitásuk is kell legyen. Ezért kell közeledni valahol az elfogadott civil szervezetek irányába, mint a Pedagógus Szövetség, vagy hasonlók, vagy pedig a szubszidiaritásban is bízva, bár a helyiek nem mindent látnak át. Hát ebbe az irányba mentünk el, mert nem találtunk egy-két évvel ezelőtt mást, hogy minél jobban bevonni a helyieket, mert nélkülük nem tudjuk meg, mi a helyzet, de rajtuk keresztül sem tudunk vinni intézkedéseket, ha ők ezt másképp látják. Van erre nézve valamilyen ennél evoluáltabb, vagy ezt megvalósított tapasztalat? Nöknél? Abban csak egyet tudunk érteni, hogy a helyieknek kell nyilván a koordinálást fölvállalni, akár a tömb segítségével, akár helyben a Szórvány, magyar szervezetek. Ez a mi régió, vagy az én régiómban legalábbis így van. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség nagyon sokat tesz azért, hogy a szórványoktatás az szervezet legyen. Persze, ahogy már mondtam, vannak még, feltártunk olyan problémákat, amin még lehetne dolgozni, és ezt nekik is igyekeztünk tudtukra adni. Úgyhogy a kutatói szféra ezt teheti, hogy föltárja a helyzetet, és nyilván a helyi szereplőknek kell ezzel kezdeni valamit. Rendben, hát akkor azt hiszem, hogy nagyjából elnyűjtük a magunk köreit. Azt kérdezném még meg, vannak itt a hallgatóságban olyanok, akik tudom, hogy benne vannak a kérdésben, úgyhogy esetleg hozzászólások, felvetések, most elhangozhatnak. Lakatos András, tessék. Lakatos Andrásnak hívnak. Hát több mint 3 évtizede vagyok a tanári pályán. A közoktatás minden szintjén tanítottam már, minden nagyvárosi szorványtól egész vidéki szorványig. Tiszta román iskolában, tagozatos iskolában, most csak magyar iskolában, 20 éve vezetek egy vagy több mint 20 éve egy szorvány kollégiumú rendszerben működő iskolaközpontot. Tehát rendelkezem bizonyos tapasztalatokkal. Én egy Kodály gondolattal indítanék. Kodály Zoltán fogalmazta meg, hogy a kultúrát azt nem lehet megörökölni. A kultúrát minden nemzedék meg kell szerezze magának. Na most ebből a posztulátumból, axiomából kiindulva, engem senki nem tud meggyőzni arról, hogy az anyanyelvű oktatásnak van életképesebb, jobb alternatívája.
mert az anyanyelven tudom, és tudja bárki a legjobban megszerezni azt a kultúrát, amit elődeiktől örökölt. Nos, ebből a megközelítésből kiindulva, ha azt teszem fel, hogy mobilitás vagy vasárnapi iskola, még olyan áron is, hogy kisgyerekekről van szó, akkor azt mondom, hogy inkább mobilitás árán az anyanyelvű oktatás. És az anyanyelvű oktatás mindenek felett nem csak az identitás megőrzése szempontjából, amit itt a kollégák nagyon jól kifejtettek, hogy az egyén képességeinek kibontakoztatása, az egész életpályán sikeres volt a múlik ezen. Most a szorványoktatás. Induljunk ki abból, hogy itt Romániában a közoktatás nagyon komoly gondokkal küzd, és így kell finoman fogalmaztam. Ezek a problémák nyilván, hogy többszörösen hátrányos helyzetbe hozzák a kisebbségek nyelven folyó oktatást. És ha ezt mondom, és áttérek a szorványban folyó kisebbségi nyelvoktatásra, akkor ezek a dolgok hatványozottan érvényesülnek, ezért kell nagyon odafigyelni erre a problémára. Milyen küzdünk a szorványban? Hát a legnagyobb gondunk a létszám. Itt Tamás és Tivadar is említették, hogy bizony-bizony ezzel kell számolnunk. A fogyatkozásnak az egyik oka a kivándorlás, a másik az elöregedés, a csökkent gyerekvállalás. Ezek mind olyan problémák, amit nemzetpolitikai szinten kell, és kezelnek, és erre ilyen irányú intézkedések és lépések történtek, és vannak, és ez pozitív, ezt kell folytatni. Ennek minden előtt gazdaságpolitikai vonatkozásai vannak, nem megyünk most ebbe bele. A másik gond, ami sokkal fájóbb, az önfeladás. Az önfeladás az, amikor a szülő úgy dönt, hogy román iskolába adja a gyerekét. Mindenki meg tudja magyarázni a bizonyítványát, hogy miért teszi. Hogy versenyképesebb, hogy jobban érvényesül, vagy valami. Mi az, amit mi tudunk tenni, mint felmerült? Hát közösségi szinten a véleménynyilvánításnak a megerősítése, a fellépése. Arra, hogy meggyőzni a szülőket arról, hogy nincs jobb alternatívája az anyanyelvű oktatásnak. Na de ki győzze meg? És itt jön a másik probléma. Ahhoz, hogy én meg tudjak bárkit győzni, az nekem magamnak kell hitelesnek lennem. És itt jön be az egyén, a humán erőforrás problematikája. Itt Tivadar is szóba hozta a szakképzést. Igen, komoly probléma van a magyar pedagógus szakképzéssel. Igen, sajnos el kell ismernünk, hogy gyerekeink gyengébben teljesítenek, mint a többségi nemzet gyerekei. Ezek olyan tények, amikkel nehéz vitatkozni, még akkor is, hogyha a román vizsgák eredményét leszámítom minden, akkor is. Az a terület, ahol sürgősen kell lépni, és eszközöket kell találni, az a pedagógus képzés. Az, hogy délutáni oktatás, after school, vagy vasárnapi oktatás, az, Tamás, azt hiszem, te fogalmaztad meg, hogy ne áltassuk magunkat. Akár a Csangó földön is folyó oktatás, én is jártam arra. Azt kérem szépen, ha annak nincs kifutása, ha azt a fiatal nem kerül olyan anyanyelvi környezetbe, ahol a magyar nyelv érték, ahol számít az, hogy tud magyarul, akkor annak sok értelme nem lesz, mint hogyha megtanult volna héberül vagy indusul beszélni. Tehát az egész kifutást kell nézni, és olyan helyzeteket teremteni a fiataljaink számára, hogy tudatosuljon bennük, hogy az anyanyelv ismerete, az anyanyelvi kultúra elsajátítása, az egész életpályájának a betervezése és sikerességenek előlege, vagy előfeltétele ennek a sikernek az anyanyelvű oktatás. De ehhez még egyszer hiteles, olyan pedagógusok, akik nem azért lesznek tanítók, óvónők vagy tanárok, mert jobb hián nincs más, hanem akik tényleg elhivatottak ez a pálya iránt. Köszönöm a lehetőséget. Azt hiszem, hogy itt zárulunk ma. Köszönöm szépen a résztvételt magam részéről is, István részéről is. És akkor ez lenne.